A Rákóczi vár árkádos termét megtöltő érdeklődőket a bemutatkozó művész egykori tanítványa által előadott vers elhangzása után Urai Attiláné köszöntötte. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója szerint a bemutatott képek Tóth Miklósné mesterségbeli alaposságáról, a festői alakítások könnyedségéről, a hagyománytiszteletről és az új kereséséről tanúskodnak. A Pro Urbe díjas kiváló tanár alkotásaiba beleámodja művészi hitvallását, a szellem és a szépség harmóniáját. A bemutatkozó művész lányának egyik tehetséges tanítványa magyar népdalokat adott elő, majd a kiállítást megnyitó Rónavölgyi Endréné polgármester felidézte, hogy a művésztanár nem csak alkotóként, hanem pedagógusként is komoly sikerekkel büszkélkedhet. 30 diákja nyert Európa-díjat, és tanítványai közül sokan választottak rajzhoz kötődő szakmát hivatásul. Az országosan elismert szerencsi művész bevallása szerint a családból, a tanítványaiból és magából a festészetből merít erőt az alkotó munkához. Napjainkig 31 önálló és 85 csoportos kiállításon szerepelt itthon és külföldön. A Rákóczi várban keresztmetszet címmel megnyílt tárlata az elmúlt évtizedben készült munkáiból válogat. Szerettem volna megmutatni, hogy mi mindennel foglalkozom, amit a világ egyébként nem lát. Tehát tartalom szerint és technika szerint felvonultattam mindazt, amit az elmúlt 10 évben alkottam. A titkos vitorlám, a családom, a lányom, az unokám, akik úgy veszem észre, hogy ugyanolyan energiával dolgoznak, és az energia nyomát ott hagyják a munkájukon, amit tőlem tanultak. A tanítványok, akik hálásak, visszajárnak, telefonon hívnak. Nem túlságosan régen hívott az egyik tanítványom, tanárnő, mindent köszönök. A Képzőművészeti Egyetem festőtanszakán tanul, és azt mondta, én vagyok tanárnő, az egyetlen 18 éves, az utánam következő már 22, vagyis 4-szer felvételizett. Neki egyből sikerült. Hát persze, hogy megtartó erő ez az én számomra. Ezért van annyi titkos energiám, hogy nem győzhetnek le. Mert ahogy Adi Endre mondja, ifjú szívekben élek. Ugye a harmadik a festészet, ez is titkos vitorlám, bár időnként megmutatom magam, de mivel, hogy életem derekán társ nélkül maradtam, nekem ezek a képek a társaim. Ezért nem vagyok sohasem egyedül, a gondolataimmal és az érzéseimmel élek. Tóth Miklósné iszonyodik a pusztulástól, az elmúlás szomorúvá teszi. Így nem meglepő, hogy Vásznain az élettör utat magának, a színek és formák csodálatos harmóniája tárul a szemlélődők elé. Akik részesülni szeretnének ebből az élményből, november 24-éig tekinthetik meg a tárlatot a Rákóczi vár árkádos termében.